Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta a közúti szállítási ágazat jelentős reformját. Három éves intenzív vita után a mobilitási csomag megközelítőleg 3 millió tehergépkocsi vezető munkakörülményeinek javítását szolgálja. Gyakorlataival szemben, például ha egy cég csak egy postafiókot tart fent egy adott országban, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít a több mint fél millió közlekedési vállalat számára. Úgy gondolom, hogy mindenkinek hasznára válik, ha közös szabályaink vannak az egységes piacon, mert láttuk azt, hogy ha ez nincs, akkor a különböző tagállamok elkezdenek saját szabályokat megállapítani, és ez szétaprózza a piacot. A mobilitási csomag feszültségeket okozott az Európai Unióban, földrajzi töréspontok mentén osztotta meg az Uniót. Egyesek szerint az új szabályok alássák a szolgáltatás nyújtás szabadságát és korlátozzák a nyugatinál általában olcsóbban dolgozó kelet-európai vállalatok szállítási piachoz való hozzáférését. A reformat levezénylő képviselő elutasítja ezeket az állításokat. Ha egy cég nemzetközi szállítmányozást folytat és vállalkozását A tagállamban alapítja, számára kedvező előírásokkal, de csak B tagállamban dolgozik, ahol szigorúbbak az előírások, akkor a B tagállam szerinti szabványok alapján kell fizetni a járművezetőknek. Hol van itt a korlátozás? A nyár vége előtt a járművezetők négy hetente visszatérhetnek származási országokba, és heti pihenőidejüket sem tölthetik a kamionban. Az egyenlő fizetésekre és a piacra jutásra vonatkozó szabályok 2022-től érvényesek.